Az 1980-as évek első felét idéző popsláger Bakelit lemeze a lejátszón, és a korra jellemző poszterek a falakon. Ötödik alkalommal szerveztek retro véradást Szekszárdon. A szakemberek piros pöttyös szoknyákat húztak, és volt, aki ugyanilyen kendőt kötött a nyaka köré. A kezdeményezés egyre népszerűbb, mindig vannak, akik először vesznek rajta részt. Mindig nagy izgalommal jövök, kifejezetten a kolléganő meg a barátnőm hívott, hogy retro véradás van. Ezt már többször láttam, eddig nem sikerült, úgyhogy most itt vagyunk. A véradók közül a legtöbben már rutinosnak számítanak, sokan évek óta segítenek így másoknak. A véradás úgy jött az életembe, hogy tanítottam, és a diákjaimat megpróbálták rávenni, hogy egyenek vért, és elmentem velük, hogy szurkoljak nekik, és akkor adtam először vért. A szervezők a 90-es évek hangulatát megidézve sörrel és virslivel várták az önkénteseket. A retro véradás célja, hogy minél többeket buzdítsanak arra, hogy egy apró tűszúrást vállalva mások életét mentsék meg. Kicsit csökkent a véradók száma, előtte olyan 10 000 körüli volt évente a véradásra jelentkezők száma, azóta picit csökkent, de a szakmailag indokolt vérkészítményigényeket azért folyamatosan ki tudtuk elégíteni, nagyobb, komolyabb hiány nem alakult ki. Szekszárdon ez alkalommal 183-an jelentek meg, közülük 159-en adhattak vért, és 11-en voltak, akik életükben először tették ezt.